Eseménydús időszak áll a Szegedért Alapítvány mögött. Vendégünk a stúdióban az alapítvány titkára, Németh István. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Látható volt, hogy rendkívül gazdag kínálattal készült a Szegedért Alapítvány a nyárra. Többek között a Wagner udvarban is voltak események. Milyen programokkal lehetett ott találkozni az önök szervezésében? Szeged kulturális élete egész évben nagyon színes és nagyon gazdag, ezt nem győzöm elégszer és elég helyen hangsúlyozni, amire én szegediként is nagyon büszke vagyok. Nyáron aztán meg különösen Pezsgő-Szeged kulturális élete. Gondoljunk a szabadtéri játékokra, a városházi estékre, a múzeumban megtartott rendezvényekre, és ebbe a rendezvény folyamba egy üdítő színfolt, egy kis színes a Wagner udvari programsorozat. A Wagner udvar a belvárosnak egyik legmeghittebb udvara, azt kell, hogy mondjam, a maga csodálatos mediterrán növényeivel, tehát csábít egy egyszerű besétálásra is, és ilyenkor nyáron mi élettel töltjük meg ezt az udvart, kicsit tovább színesítve ezt a gazdag kulturális palettát, immár 8. éve. Ebben az évben is, és hagyományaink vannak, hogy mindig egy szobor kiállítással nyitunk minden évben, így történt ez idén is. Székó Gábor, szegedi szobrászművész különleges alkotásaiból Kert a kertben címmel nyitottunk meg egy kiállítást. A cím annyiban találó, hogy Székó Gábor kedvenc anyagai a kő, a fém, a fa, és újabban a növények is bekerültek, beépítésre kerültek az alkotásaiba. Nagyon szép ikebanákat komponál szobraiba, szobrai köré, és ezek az alkotások ebbe a mediterrán udvarba nagyon jól illettek. Hogy mennyire ezt jelzi, az is, hogy rendkívül látogatott volt ez a kiállítás. Sok-sok tucat bejegyzést kapott a vendégkönyvbe, mint mindig dicsérő szóval. És hát ez a szobor kiállítás 2 hónapon keresztül volt látogatható. Július hónapban pedig szinte nem múlt el úgy hét, hogy valamilyen program ne kerüljön megrendezésre az udvarban. Mindig gondolunk a gyerekekre. A gyerekeket is igyekszünk becsábítani ebbe a szép udvarba, és természetesen nekik megfelelő programmal kedveskedni, ez is hagyományunk. Idén Trogmájer Éva meseíró volt a vendégünk, és most hát tartozom egy vallomással, mert erre nem a Wagner udvarban került sor, egészen egyszerűen azért, mert délután 3-kor 38 fok meleg volt, így aztán kicsit pikasztó lett volna, igen, a gyermekeim. Igen. Így aztán egy zárt helyszínt választottunk helyszínül, de így is nagyon nagy sikerű volt ez a program. Aztán következtek a zenei blokkok, amelyeket már szerencsére az időjárás engedte, hogy valóban ebben a csodálatos milliójú udvarban rendezzünk meg. Elsőként Blahó Attila, zongoraművés és zeneszerző koncertjét hallgathatták az odaérkezők, olyan kiváló szólisták léptek itt föl, mint Vajda Júlia, Tabatabai Nejat Flóra, Altóriai Tamás és Iski Roland énekművészek. A következő már immár visszatérő vendégként a zenei programjaink során a Bartók Béla Művészeti Kar gitárszakos hallgatói, nagy kedvencei a Wagner udvar közönségének, ők tartottak egy koncertet. Ezt követően pedig a következő programunk, elnézést, nem szeretnék senkit kihagyni, Klebnicki György, zongoraművész, zeneszerző volt a vendégünk, és őt Varga Laura fuvolaművész és az ő tanítványai kísérték. Valami csodálatos hangulatot csempészve az udvarba, és mindhárom koncertről
nagy örömmel és büszkeséggel mondom el, hogy tehát ház előtt zajlott. Nagyon-nagyon sok a visszatérő vendégünk immár, és hát előfordult az is, hogy már a pótszékek is kevésnek bizonyultak. Úgyhogy színes és munkával teli volt a nyár, és őszintén remélem, hogy a szegediek örömére volt ez a rendezvénysorozat. Mindenki megtalálhatta a kedvére valót, a kicsiktől egészen az idősekig ebben a rendkívül gazdag kínálatban. És hogy az év folyamán egy rendkívül nagy esemény, amikor a Szegedért Alapítvány átadja a Szegedért Alapítvány díjazottjainak járó kitüntetéseket. Ez az év első felében ugye megtörtént, de azóta is azért figyelemmel kíséri a közvélemény a díjazottakat. Milyen események zajlanak azóta is a városban, amiben tudjuk ünnepelni azokat a kiválóságokat, akiket idén díjjal tüntettek ki? Nagyon komoly figyelem irányul a Szegedért Alapítvány kitüntetettjeire. A díjátadó gála után sajtónyilatkozatok és sajtómegjelenések egész sorában beszélhettek magukról, mutatkozhattak be mindazok számára, akik nem ismerhették őket, és vannak hagyományos rendezvényeink. A Somogyi Könyvtárban díjazottjaink egy könyv május hónapban egy-egy könyvet, illetve nem is csak egy-egy könyvet, mert volt, aki több könyvet fogadott örökbe. Ezek a könyvek úgy kerültek kiválasztásra, hogy vagy a kitüntetett szakmájához, vagy hobbiához kötődő kötetekről van szó. A Szeged folyóirat mindig külön számban emlékezik meg a Szegedért Alapítvány díjazottjairól, és hát a Dugonis Társaság pedig minden évben egy beszélgetésre, egy nyilvános beszélgetésre invitálja a díjazottakat. Erre az elmúlt napokban került éppen sor a Városháza dísztermében, népes számú közönség előtt. Nyári időszak elmúltával azonban nem álltnak a munka a Szegedért Alapítvány életében sem. Milyen munkafolyamatok zajlanak, milyen előkészületek zajlanak éppen a következő évre, vagy a következő időszakra nézve? Megkezdtük a jövő év munkálatainak előkészítését, aminek első állomása nyilván az, hogy a hagyományoknak megfelelően november végén megjelentetjük a felhívásunkat, amelyben arra kérjük a szegedi polgárokat, civil szervezeteket, intézményeket, vállalatokat, hogy jelöljenek a díjainkra, azaz jelöljenek fődíjast, jelöljenek tudományos kuratórium díjára, művészeti kuratórium díjára és a társadalmi állampolgári díjra olyan személyeket, akiket úgy éreznek, hogy kiemelkednek szakmai munkájukkal a sok-sok tehetséges és Szegedért tenni akaró ember közül. Úgyhogy kérem a tisztelt nézőket is, hogy figyeljék a fölhívásunkat, és tegyenek ajánlásokat. Ezeket az ajánlásokat január végéig a pontos időpont nyilván a pályázatban kerül majd meghatározásra, lehet benyújtani. Ezt követően ülnek össze a kuratóriumok, hiszen minden egyes díjnak van egy kuratóriuma, és van az ügyvezető kuratórium, amely a sok-sok, mert sok ajánlás szokott érkezni, és hát nem vagyunk könnyű helyzetben, ezt nem panaszképpen mondom, csak a tényszerűség kedvéért, hiszen nagyon-nagyon sok jó ajánlás érkezik, ebből kell kiválasztanunk azt, akit a következő évben ezekre a díjakra javasolunk. Ez a döntés február közepén fog megszületni. És természetesen már most megkezdtük a díjátadó gála előkészületeit.
Ennek időpontja már fix, ezt itt be tudom jelenteni, hogy jövő évben március 8-án lesz az ünnepi gála a Szegedi Nemzeti Színházban, ahol átadjuk ezeket a díjakat egy gálaest keretében, amelynek a műsora az még most van kialakítás alatt. Már nagyjából tudom, hogy mire számíthat majd a közönség, de addig, amíg ez nem véglegesedik, addig erről nem szeretnék többet mondani. Időben fogjuk tájékoztatni a közvéleményt erről is. Akkor izgatottan várjuk, hogy kik lesznek a következő díjazottak, és további eredményes munkát kívánunk a folytatáshoz. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Legyenek nézőink legközelebb is. Viszontlátásra!